Újabb főpolgármester helyettesről derült ki, hogy benne van a Városháza ügyben. Legalábbis erről írt közösségi oldalán Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő. Budai, aki több ügyben is tett feljelentést a baloldali városvezetés ingatlan ügyeivel kapcsolatban, közösségi oldalán tudatta, a rendőrség tanúként hallgatta ki. Budai Gyula Facebook posztjában arra hívta fel a figyelmet, a Városháza ügyben felbukkanó Berki Zsolt szerint tüttőkat a főpolgármester helyettes is benne van a Városháza eladása körüli ügyekben. Budai bejegyzése szerint, ha amerikai befektetők érdeklődnek a Városháza iránt, akkor tüttőkotával kell tárgyalniuk. A stúdióban pedig Budai Gyula. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtál Jó, meg Arról van információ, hogy ez a tárgyalás az amerikai fél és a közt esetleg megtörtént? Nem jött létre a találkozás, ugyanis miután kiderült, hogy 2 milliárd forint jutalékot kérnek a Városháza tervezeteladása kapcsán, a, a befektető az kivonult ebből a, az egész üzletből, tehát így semmilyen találkozás nem jött létre. De egyébként ez az információ részemre azon szemétől származik, aki átadta nekem azokat az iratokat, köztem a, azt a megbízási szerződést, amit van nálam, amelyben Berki Zsoltnak a cége, hogy így mondjam, elvállalja a városháza értékesítését. És hát ez, ezért, ez már egy megbízási szerződés, és ami egy arról szól, szó, hogy szerződés. el kell adni a városházat Így van, így van, benne van, hogy milyen feltételek mellett adható el, és ugye ebbe szerepel ez a 2 milliárd forintos jutalék, amit a, a, a vevőnek a vingatlan befektetőnek kellett volna Segít, megfizetni. Segítsen egy kicsit nekünk, meg a nézőinek Budai úr, mert az elmúlt hetekben nagyon sokat hallottunk a Városháza ügyről, többek között is, hogy az is hír volt, hogy Karácsony Gergely azt mondta, most még mi a túrót mondjak, konkrétan ugye ezt mondta az egyenes beszédbe, hogy mindenki számára érthető és világos legyen, hogy nem akarják, vagyis nem akarták eladni a Városházat. Akkor most ezzel kapcsolatosan ez a dokumentum, ennek az ellenkezőjét állítja? Hát nem csak ez a dokumentum, hanem azok az információk, amelyek a nyilvánosság előtt megjelent hangfelvételen is szerepelnek, hogy igen, tervezte a főváros eladni a városházát. Mondhatnám azt is, hogy a, a hangfelvételek megjelenése következtében ez az egész akció meghiúsult, de ezek a dokumentumok, és nem csak az amerikai befektető, hanem ugye itt a sajtóban már megjelent, hogy volt olasz-orosz befektető, tehát több mindenkivel tárgyaltak és, uh, a és tudni valamit a, a, az amerikai befektetőről, hogy ki ez az amerikai uh, befektető, én, hogy került képbe? Nekem, nekem arra nincs felhatalmazásom, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzanak. Én a rendőrségen azt a szemét, aki ezeket a dokumentumokat témát nekem, megjelöltem, őt ki fogják hallgatni tanuként, és amennyiben neki lesz, hogy így mondjam, mentessége az üzleti titok feloldása alól, akkor ő megnevezheti ezt. Egyébként, de nem, ez a, nem, az a lényeg, hogy egy amerikai befektetőnek is árulták a, az ingatlant, hanem az a lényeg, hogy ugye itt Karácsony Gergely és a levő emberek, a főpolgármester helyettesek folyamatosan hónapok óta tagadják ennek a meglétét, hogy ők van városháza ügy. Tehát kérem szépen, ezek a dokumentumok, meg, meg azok a bizonyítékok, amelyet én átadtam a rendőrségnek, mind-mind azt bizonyítják, hogy volt szándék rá. Hogy nem, nem, adták el, azt mindenképpen én azt gondolom, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételek teljes mértékben megakadályozták ennek, a, ennek a, az üzletnek a létrejöttét. De azt nem mondja nekem senki, és nem tudom elhinni, és én azt gondolom, hogy ön se hiszi el, hogy van egy Berki Zsolt, aki senki nem ismer, ez az ember pedig itt rócsózik a nagy Magyarország Külföldi ingatlan befektetőknél, és mindenkinek 40 milliárd forintért árulja a városházát. Ugye itt több magyar és angol nyelvű dokumentum készült a városháza értékesítéséről, és minden szerződésben, ami a Berkis oldal összehozható, 2 milliárd forint szerepel. Ez mint, most jutalék. Jutalék. mint ezt jutalék. Ezt nem nekem kell megmagyarázni, ezt magyarázom meg korábban. Persze, hát akkor, jegyek. hogyha ebben a rendőrségi vizsgálat van, már pedig ugye az van, mert ezt ugye tudhatjuk a sajtóban, mert önt is tanúként hallgatták ki, akkor majd valószínűleg, hogy ők is arra kerülnek. Egy gondolatot még hadd mondjak. Utalva arra, amit ugye ön mondott, hogy hangfelvételek vannak. Ugye a hangfelvételen szereplő embereket is, én nem tudom, hogy a vizsgálóbizottság meghallgat, -e, a nagy valószínűsége, igen, ami ugye felállt ezzel kapcsolatban, de a sajtó is megkereste. Ön is biztos felfigyelt Bajnai Gordonnak a véleményére, aki azt mondta, hogy kérem szépen, ez egy manipulált felvétel, és azonnal büntető feljelentést teszek ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy ez úgy tűnik, mintha nem is valós lenne ez, ez egy az anonimus. Szakértői kérdés, ugyanis december elején a tíz és fél órás hangfelvétel átkerült a rendőrségre, át lett adva. A rendőrség ezt a hangfelvételt megnézi, és majd egy szakértő eldönti, hogy ez manipulált ez a hangvétel, vagy nem manipulált. Viszont egy dolgot <coughs> szeretnék elmondani, Igen. egyetlen ember, Mai napig nem cáfolta, aki a hangfelvételen szerepelt, hogy ők vannak a hangfelvételen. Itt mindenki mindenféle, hogy így mondjam, gyenge kifogást mondott, hogy Bajnai Gordon a volt miniszterünk azt mondta, hogy őt megvezették meg csökkentek a politikai reflexei, meg nem tudom, hogy miket mondtak, de senki nem cáfolta, ami a hangfelvételen elhangzott, és azok a bizonyítékok, amelyet én átadtam a feljelentéseimmel együtt a rendőrségen, ugye én hat ingatlanba tettem négy büntető feljelentést, azok egyértelműen alátámasztják, hogy igenis tervezték a város igen igenis azok az ingatlan értékesítések, ami a hangfelvételen szerepelnek, azok léteznek, és létezik a 10%-os jutalékos rendszer is, mert egyébként ö, nem állítanék ilyet. Ö, azt mondta Tarlós István, ugye mert a sajtó most Értemszerűen ugye őt is többször ugye megkereste, vagy megkérdezte a Városháza ügyében, vagy az értékesítés ügyében, hogy ő azt mondja, volt főpolgármester úr, hogy ő tulajdonképpen nem is, illetve az nem bűncselekmény, hogyha mondjuk a Városházát el akarják adni, ezt ő mondta, hanem inkább a körülmények, vagy a háttér, hogy milyen módon, milyen, milyen részletekben rejlene ugye ez az értékesítés. De hogyha most abban a dokumentumban, amit még egyszer mondom, on ott tart maga előtt az asztal, hogy ebben ugye azt állítja, hogy igen, ott van a jutalék, meg ugye a megbízási szerződés, akkor a részleteket is tudhatjuk. Ö, még egyszer mondom, tehát egy picit hagyugoljak már vissza itt a vizsgálóbizottsági kérdésre, mert arra nem sikerült válaszolnom. Tehát én azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottság nem fogja, meg nem is érte el célját a Városháza értékesítővel kapcsolatban. Ugyanis azok a személyek, akik a hangfelvételen szerepelnek, vagy nem mentek el, mert nem hajlandóak elmenni, vagy csak írásban hajlandóak ö, ö, válaszolni, válaszolni a bizottság kérdéseire. Aki pedig elment... Jó, de erre joguk, vagy van? Igen, igen, mert egy vizsgálóbizottság nem kötelezheti a személyes megjelenésre igen. és sok mindenre. Egy dolog viszont tény. Abba a percbe, hogy a rendőrség megindította ezekben az ügyekben a nyomozást, házkutatást tartott a városházán, onnantól kezdve Bajnai Gordonnak, Karácsony Gergelynek, Kis Ambrusnak, Tordai Csabának is sorolhatnám, Gansperger Gyulának, Berkis Voltnak, mindenkinek kötelessége lesz elmenni a rendőrségre, és akár tanuként, akár más minőségben el kell mondani, hogy erről az ügyről mit tudtak, mint ahogy engem is meghallgattak, mint feljelentőt, és én is elmondtam, és átadtam azokat a dokumentumokat, amelyek nálam voltak. Választópolgárok számára tegyük azt, hogy a nézőink számára tegyük azt Budai úr értetővé. Mi a jelentősége annak, ha netán a rendőrségi vizsgálatnak is az lesz majd a végső következtetése és eredménye, hogy igen, el akarták adni a városházát? Egyébként ez már egy olyan jogi kérdés, hogy az annak a cselekménynek a minősítése, hogy szó volt, vagy szóba került, vagy döntés született, mert ugye ne felejtsük el, szintén az önök tévében az egyik főpolgármester helyettes elmondta, hogy a főpolgármesteri kabinet meg a főpolgármester kérésére ő volt az, aki elkészítette. Így van, elkészítette azt az anyagot. Tehát volt volt egy előkészülete. Igen. Most a nyomozó hatóság eldönti, hogy milyen bűncselekménynek az előkészülete minősül bűncselekménynek. Hogyha ők úgy foglalnak állást, hogy itt valóban egy olyan szintű előkészület volt, hogy megpróbálták értékesíteni, a sok-sok bűncselekményben, amiben feljelentés történt itt az elmúlt hónapokban, valamelyiknek az előkészülete büntetendő, tehát abban mindenképpen meg kell hallgatni embereket. De még egyszer mondom, én jó magam, azokban a budapesti ingatlanokban tettem feljelentést, ahol a jutalékos rendszer egyértelműen erről Kérdeztem volna önt, hogy mely ez a hat? van a Nagy Tétényi út, amivel kezdődött a, 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 a hangfelvétel, amiben a Gansberger Gyula vásárolja meg, és ott el is hangzik, hogy 2 millió forint átadásra került, akkor van a Bécsi út ingatlan, van, a, van a, az Eteletér, a Rimaszombati út, Mocsáros Dülő, tehát azért ezek a... És igen? Még egy nagyon érdekes dolog. Tehát ezek az ingatlanok, amelyek a hangfelvételen elhangzanak, megegyeznek azokkal az ingatlanokkal, amit Karácsony Gergely nyilvánosságra hozott, hogy mely ingatlanokat értékesítették, vagy akarják értékesíteni. Tehát olyan véletlen nincs, hogy egy hangfelvételen elhangzanak ingatlanok, amelyeknek a listája megegyezik a Karácsony Gergely által nyilvánosságra hozott ingatlanok listájával. Jó, minden esetben most megy a rendőrségi vizsgált, vagy elindult, ön is tanúként hallgatták meg, kíváncsian várjuk az eredményt. Budai úr, nagyon gyors leszek, mert hogy régóta ismerjük egymást, itt a médiából néha-néha bejön ide hozzánk. Én engedtesse meg azt nekem, hogy megkérjen valamire. Olvastuk a sajtóban, hogy Ceglédi Csabától önnek bocsánatot kell kérnie, és Ceglidi Csaba ezt a bocsánat kérést várja. Pont arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha egy nyilvánosan kérne Ceglédi Csabától bocsánatot, hát nem tudom, ott önnel szemben van ez a kamera, esetleg, hogyha gondolja, megteheti ez eléggé megmosolyogtató, tehát ne várják már el tőlem, hogy egy adócsaló bűnözőtől, akit jogerősen elítéltek adócsalásért, aki ellen folyik hat és fél mérdős költségvetési csalás bűncselekmény miatt eljárás, aki az ördög ügyvédjének másodrendű vádoltja, és még mit tudom én hány olyan ügy van, amit a nyilvánosság nem tűnt, hogy én az önök tévében bocsánatot kérjek Szegély Csabától. köszönöm szépen a lehetőséget, de nem kívánok élni vele. Köszönöm szépen, Én is köszönöm.